Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkó Szabad Egyetemvezetője. Megyünk tovább az energiavámpírozás témájában. A mai világban energiavámpírként lép fel a Matrix, amelyben élünk, mifelénk emberek felé. Már beszéltem ugye arról, hogy nem szabad sokat inni, nem szabad egyáltalán narkózni, stb., mert ezek mind káros dolgok, és elviszik az energiánkat, elviszik az egész életenergiánkat, és mire felébredünk ezekből, lehet, hogy már nem marad életenergiánk, elment a fél életünk, vagy az egész, és kész. És ott maradunk emberi roncsként. Hát ilyen dolgokkal ne foglalkozzunk. Inni csak néha ünnepnapokon, ha kell valakinek, narkózni pedig egyáltalában ne, mert az tönkreteszi az agyat. De ide tartozik a túlevés is, tehát mi emberek hajlamosak vagyunk rengeteget enni, én is a múltkor bementem, és egy sütemény helyett hármat ettem meg egyszerre. Tehát én is ugyanúgy néha átadom magam a Matrixnak, hadd szívja le az energiáimat, hát utána elvált is voltam egy jó darabig. Ezt mi úgy hívjuk, meg önök is úgy hívják, hogy kajakóma. A kajakóma az egy rém rossz dolog, mert figyeljék meg, hogy naponta mennyi ideig vannak kajakómában, hát azt az időt hasznosan is tölthetnék önmaguknak, meg a társadalom számára is sokkal hasznosabban eltölthetnék, ahelyett az ember ott kómázgat. Aztán ebből jönnek a betegségek, vagy enélkül is jönnek a betegségek. A betegségek is óriási lehetőségek a Matrix számára, hogy elszívja az energiánkat. Ezt valószínűleg mindenki tapasztalta már, hogy amikor beteg, akkor nincs erre se energiája, arra se energiája, hát gyakran csak fekszik és néz ki a fejéből. Tehát nem érdemes betegnek sem lenni, hiszen ez is egy energia leadási, illetve másik oldalról nézve energia elszívási probléma. Köszönöm szépen, ha meghallgattak, ha tetszett, lájkoljanak, viszontlátásra!